és tisztelettel köszöntöm Önöket az új év első nyitott szemmel előadásán, és ugyanilyen nagy szeretettel Gécében volt, akit nem kell bemutatni, mert már elég régen volt nálam 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, és van egy nagyon jó előadása, itt a Laci szerint, úgyhogy nagy kíváncsisággal várjuk ezt a jó előadást. És akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. A Hinta Laci az mindig elfogult volt, úgyhogy az nem játszik ebbe a dologba, de amiről ma szeretnék beszélni, az tulajdonképpen az élet maga, illetve azért valahol mindenki látja, hogy belecsöppentünk a világok háborújának az utolsó felvonásába, és tulajdonképpen erről szeretnék mondani egy pár olyan dolgot, ami gyakorlati dolog, és mindenki a saját életében, ha akarja, hazamegy és rögtön kezdheti alkalmazni ezeket a tudásokat. Az első, amiről szeretnék beszélni, hogy miért jutott el és hogyan jutott el a világ ide, ahol van. Nagyon egyszerű példával szeretném szemléltetni. Megnézzük, hogy hagyományosan hogy működtek a dolgok, hogy oldotta meg a hagyomány, azaz évezredekig vagy évtízezredekig hogy működött, illetve hogy ma mit használunk helyette. És ebből már nagyon sok mindenki jön. És az első példám az lenne, hogy mit csinálunk a széklettel. Próbálok szemléletes lenni. Tehát régen volt egy ilyen falusi csillagvizsgáló, ami úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen kis árnyékszék, ugyebár rögtön itt a Lacinak a székeire utalott. Tehát egy árnyékszék volt, ami egyébként egy rendkívül fontos meditációs objektum. Tehát, hogyha valaki már úgy elengedte magát egy vécén, azt tudja jó, hogy milyen gondolatai jönnek. Nem véletlenül most ebben nem akarok belemenni. Az a lényeg, hogy hogy működött ez a projektum. Ez úgy működött, hogy itt gyűlt az anyag, ugye rádobtak mindenféle szerves valamit, kukoricacsutkát, meg ezt a tamaszt, és amikor megtelt az egész, akkor egyszerűen 4 paraszt fogta, odévitte, beleütötött egy fát, és a probléma meg volt oldva. Jó? De ez nem volt kompatibilis az EU-val, úgyhogy kitaláltak egy másik projektumot, ami sokkal fejlettebb, ez az angol water cleaning nevezetre hallgat, és a következőből áll, nem oldja meg a problémát, hanem mit csinál? Eltolja a másik orra alá. Na most ez nagyon jellemző a két világra. Nagyon jellemző. Tehát ma nem oldjuk meg a problémákat. Majd a rádióaktív problémát az unokáink oldják meg, a környezetszennyezést a harmadik világ oldja meg, stb. Ez egyszerűen nem emberi magatartás. Erről ennyit szerettem volna csak mondani. Azon kívül most nézzük meg, tehát az erkölcsi oldalról annyit, hogy ez nem oldja meg. Tehát mindenki, aki járt már ilyen tisztító telep környékén, szennyvíz tisztító telep környékén, egyszerűen egy fertelmes bűz, az beengedik valamilyen fokú tisztításnak nevezett trükk után az élővizekbe, és onnantól kezdve ömpöl vége a vizeken. Na most nem is az erkölcsi oldalról szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy milyen problémákat sikerült ezzel generálni. Az első probléma az az, hogy ma a falvainknak a többsége attól szenved, hogy erőfelül csatornáztak. Iszonyú pénzeket költöttek el, milliárdokat költenek el egy falu csatornázására. Hihetetlen pénzek folynak el. Több százezres nagyságrendű pénz folyik el családonként, szabályosan folyik el így. És nem oldják meg a problémát, ugyanis a problémát egyedül a talaj tudja megoldani. A természet a talajt találta ki, a talaj az a legjobb szűrő, ami létezik a világon. És amíg el nem tömődik ez, amíg el nem iszapolódik ez a szűrő, addig tökéletesen megszűr minden. És ezt egy normális kultúra azt tudja és használja. Egy nem normális kultúra pedig csinál helyette valami baromságot. Na most mi a nagyobb baj vele? A nagyobb baj vele, mondjuk ezt leszámítva, hogy emiatt nem lehet aztán iskolája, közösségi háza, semmilyen nem lehet majd egy falunak, mert ugye lehúzták a WC-n a pénzt. A nagyobb baj az a következő. Tehát jártunk, összegyűjtöttük a Kárpát-medencének a gyógyító hagyományát, és mindenhol, ahol jártunk, elmondták a gyógyítók, tehát ezek a füves emberek, akik járják a falvakat, ugye, és meggyógyítják ott a faluban az embereket, meg annak nekünk mindenféle füveket, meg mennek tovább. Erdélyben mai napig elég sok ilyen ember van, Kárpátalján is, és ezek mind elmondották, hogy milyen érdekes, hogy amikor egy faluban megjelenik egy betegség,
akkor a falu határában azonnal megjelenik annak a betegségnek a gyógynövénye. Na most itt már elkezdtük vakargatni a fejünket, hogy hát hoppá, ez teljesen úgy néz ki, hogy egy élő rendszer lenne a táj, és ez az élő rendszernek az immunrendszere lenne. Ugye megjelenik a betegség, azonnal feltámad az immunrendszer, és elkezdi tenni a dolgát, helyreállítani az egészséget, a teljességet. És hogy még szebb legyen ez az egész, akkor döbben meg az ember, amikor megkérdezi azt, hogy és vajon a táj honnan tudja, hogy beteg vagyok? Honnan tudja? Úgyhogy odaszalad. Fontos, erről van szó. Vizeletszéklet, ugye minden gyógyító hagyomány a vizeletszékletből meg tudja állapítani azt, hogy milyen állapotban van az ember. Beteg-e, stb. Stb. Akkor pont az anyaföld ne tudná a földenek. Tehát ez lenne a körfolyamat, hogy ugye a talajba, egyáltalán a tájba érkezik az az anyag, ami jelzi, hogy valamiért kiestem a teljességből, az egészségből, és azonnal elkezd visszadolgozni. Elkezd visszadolgozni a táj, megjelennek azok a növények, amiket lelegelnek az állatok, ugye megjelenik a tejébe, vagy lecsipegeti a csirke, megjelenik a húsába, és bekerülnek, belém kerülnek ezek a gyógyítóanyagok. Tehát itt egyszerűen nem arról van szó, hogy most egy egyszerű dolgot megcsinálok egy rohadt bonyolult módon, hanem arról van szó, hogy egy egészséges dolgot megcsinálok egy beteges aggyal, egy beteg módon. És ez egy olyan problémának az kiszküszöbölésére született, nem véletlenül, hogy Angliába terjedt el, olyan problémának az megoldására született, hogy a város, a vírus, az a tájnak a testén, az egy daganat. Épp ezért ugyanúgy is néz ki egyébként. Ha megnézzük egy városnak az alaprajzát, akkor ugye így néz ki. Így néz ki, hogy ilyen csápok nyúlnak a tájba, autópályák, autóutak, csővezetékek, villanyvezetékek. Mindent elszív a tájból, ami egészséges, energiát, élelmiszert, egészséges embereket beszippant, és utána mit ad vissza? A szemetet, a mérgeket. Ugye a nejlonzacskót, a heti etest, a barbi babát, meg a többi ilyen borzadát, és szennyezi a környezetét. És erről lehet a város a mai napig megtalálni, megismerni, hogy oda megy az ember, és már a határán túl is megjelenik a nejlonzacskó tömeg, meg a döglött kutyáknak a mit tudom, becsomagolva, meg egyebek. Na most tulajdonképpen ez ellen védekezik mindig is a természet, a teremtés. Középkorban úgy védekezett, hogy hatalmas járványok voltak, pont azért, mert a fekália az ott folyt az utcákon. És hogyha valaki a Decameronra visszagondol, ugye ez valami kötelező olvasmányon, az egész azzal indul, hogy van egy társaság, aki itt pestis ellen, vagy nem tudom melyik volt az éppen aktuális járvány, kimenekült vidékre, mert tudja, hogy vidéken ezt túl lehet élni a városban, meg elpusztulnak az emberek. Tehát a természet nagyon is tudja, hogy mit csinál, és védekezett a város ellen. Ezt próbálták ezzel kijátszani. De teljesen mindegy, milyen irányba megy az ember, mindenütt ugyanezt fogja találni, hogy egy egyszerű problémára, vagy nézzük meg az oktatásunkat. Ez egy tipikus állatorvosi ló, itt aztán tényleg mindent meg lehet találni. Valaha a gyerekeink játszva mindent megtanultak az életről. Kezdődött ott az egész, hogy a gyerek még alig tudta tartani a kis fejecskéjét, jöttek az öljátékok. Az anya vagy a nagymama beültett az ölébe, töröm-töröm a mákol, csip-csip csóka, stb. Ezek mind arra szolgáltak, hogy jobb meg a bal agyfélteke összeszimmetrizálódott. Megtanult járni, megtanult beszélni, megtanulta használni a testét. Ugye? De ez nem jó. Nem szakember csinálja, nem EU-kompatibilis. Van végzettsége? Dokumentálja ezt, ismerjük? Az egész világba ez megy. Az egész világba. És nem csak ezt tanulta meg a gyerek, mindent megtanult. Megtanulta felépíteni a hajlékát. Hát ez hihetetlen. Az ember az egyetlen olyan állat, aki nem tud magának hajlékot építeni. Biztos, hogy nem tud. Hát a gyerekeink azonnal, ha kiengedjük őket, azonnal nyakig sarasan építgeti magának a kis házat. Miért nem engedjük, hogy ezt fejlődjön benne? És ne azt, hogy majd én nem kell te anyád, apád, majd jön a szakember, és majd a szakember megoldja. És ennek a rendszernek az inputja az az, hogy már 3 diplomája van, igaz, hogy már impotens, szerencsétlen, idegbeteg, igaz, hogy még semmit nem teremtett az életbe, és soha nem lesz családja, de ugye van 3 diplomája. És ez a borzalmas, hogy ezeket nem veszük észre. Nem tud egy szöget beverni, nem tud főzni, semmit nem tud, de van 3 diplomája, és ma ez az érték. És ez a szomorú.
és a valódi értékeink tűnnek el egyik a másik után. És már nem érték az, hogy valaki egy családanya, aki egy fészket tud a saját családjának összetartani és összehozni, ez ma nem érték. Az az érték, hogy járjon el valami tök fölösleges dolgot csinálni, munkahely címén. Olyan dolgot, amire senkinek semmilyen szüksége nincsen. Gyártsok banánizű tampont, vagy plazmatémét, vagy több mindegy mit. És ez a borzalmas, ma olyanokat fog mondani, ami nem fog tetszeni. És azért nem fog tetszeni, mert szembesíteni akarom a társaságot dolgokkal. És azért akarom szembesíteni a társaságot dolgokkal, mert ez már nagyon a 24. óra. És aki nem kell föl, az örökre elalszik. Lehet ez folytatni, tehát például, ami volt még, mit tudom, hogy gyerekeink. Igen. Tehát például a gyerekeink nem tudnak ma ismerkedni. Egyszerűen látom a saját két kamasz fiamban, az egyik egyetemre jár, a másik gimnáziumban, és látom, hogy mit összeszenvednek vele, hogy nem tudnak ismerkedni. Hát hogy a fenébe tudnának ismerkedni, amikor soha nem játszottak. Nem voltak párválasztójátékuk, nem volt semmi. Hol tanulják meg ezeket a dolgokat? És hadd mondjam el ezeknek az iskoláknak a hatásfokáról, hogy egy gyerek a testvérétől egy hét alatt megtanul írni, olvasni. Ezt higgyék el nekem, én saját szememmel láttam. Ha ugye ezt a kötelező oktatást veri a fejébe, akkor az egy év kell. És ez mindennel így működik. Játék az a gyereknek az alap élménye, az az alap működési elve. Rá lehet minden rendszerre, rá lehet kényszeríteni egy idegen működést, de azt tönkre fogja tenni. És a mai világban ez van. És sorolhatnám még ezt, lehetne a gyógyítását, talán még ez a legjobb példa, ugye, mert ma mindenki beteg, tehát ennek azért oka van. Na most, hogy mi az oka? Mondok egy-két nagyon egyszerű példát. Mióta vannak vérnyomás problémák? Pontosan, amióta megjelentek a vérnyomás mérők, és gyakorlatilag ingyen mindenkihez hozzálökik. Na most, hadd mondjam el, ez a vérnyomás ez úgy működik, mint a természetben a folyóknak az áradása, apadása. Tehát amikor ideje van és kényszere van, akkor megjelenik az áradás. Tehát gondoljunk a zöldárra. A zöldár az pontosan májusban jelenik meg a folyókon, és az a feladata, hogy vizet szállítson oda, mert akkor indul a lombozat. Elképesztő mennyiségű vizet vesznek fel a fák, és ehhez szállítja a zöldár. Most a szervezetünkben is ez van. Valahányszor olyan folyamat játszódik a szervezetünkben, amihez sok tápanyag kell, akkor megemelkedik a vérnyomásunk. Attól is meg tud emelkedni a vérnyomásunk, hogy például nagyon sok hordalékot kell elszállítania, mert tele eszük magunkat szeméttel, kóla, chips, térerő, ugye működik a Szent Háromság, tele vagyunk minden vacakkal, és ki kell vigye belőlünk. Na most mit csinál az orvos, hogyha végre mér egy magas vérnyomás értéket? Hurrá, patika! Ugye? És akkor ne kérjél szajtrot.hu, meg mit tudom, mert mindenféle patika rendszereink vannak, egyre jobb multikkal vagyunk ellátva, tehát ezzel nincs probléma. És az ember megveszi az első halálos mérgét a patikában. Azért mondom, hogy az elsőt, mert utána még követi, ugyanis miután nem tudja, tehát beállítja gyári értékre a vérnyomását, ez a gyógyszer. Csak az a baj, hogy közben lerakódik egy csomó vacak a szervezetbe, hiszen pontosan azért emelte meg a vérnyomást, hogy vigye el a hordalékot. Tehát mit csinálunk? Kell most már lerakódások ellen egy másik gyógyszer. Igen ám, de akkor ugye lecsökken az egésznek a vérnyomása, higgad lesz a hordalék, akkor meg vízes leszek. Tehát kell egy harmadik gyógyszer, egy vízhajtó, és amíg ellenjut szegény marinéni a makkosba, addig végigpróbálják rajta az egész gyógyszergyári kapacitásukat. De a vége az garantáltan a makkos lesz. Mert elpiszkáljuk a szervezetnek az önvédelmi mechanizmusait. És megint miről van szó? Ugyanerről van szó. Ugyanerről van szó, hadd mondjak egy egyszerű példát. Mindenki ismeri, mostanában baromi nagy divat beépíteni ilyen gömbcsuklókat, ugye? Tehát ilyen csípőprotézist. Miért kell csípőprotézist beépíteni? Mert közli a doktor bácsi, hogy elkopott az izületem. Na most ez ma már 30 éves emberek csípőprotézist rakatnak magukba. Igaz? Na most hadd kérdezek már rá valamire. Itt voltak ezek a buta primitív parasztőseink. Ugye? Reggel 10 km bicikliztek a földjükre, ott elkapáltak egész nap, este 10 km hazabicikliztek, ezt csinálták 90 évig. Nekik miért nem kopott el? Miért nem kopott el nekik?
Nem, van egy sokkal egyszerűbb dolog, és ez a borzalmas, hogy egyszerűen Jézusnak van egy nagyon fontos mondása, hogy nem az a baj, amit nem tudsz, hanem az a baj, hogy rosszul tudsz. Tele vagyunk hibás tudásokkal, alapjában hibás tudásokkal. Az egész orvostudományunk tele van ezzel. Az egész természettudományunk tele van ezzel. Az egész társadalomtudományunk tele van ezzel. És ennek a hatásai miatt tartunk itt, ahol tartunk. Na most, ma azt mondja az orvostudomány, hogy az ember az egy rendkívül bonyolult gép. Egy rendkívül bonyolult szerkezet, ami állandóan elállítódik, állandóan pótalkatrészt kell cserélni, garanciális szervizre vinni, stb. Csak mi a poén ebbe az egészbe? Ez nem igaz. Nem igaz. Az igazság az, hogy minden élő rendszer az önjavító. Amíg él, az utolsó pillanatig javítja magát, és ha hagyom, meg fogja magát javítani. Hogy lehet ez, hogy én átmentem szerencsétlen kutyámon teherautóval? Mert addig bohóckodott ott, meg ugrándozott, volt rajta 2 tonna kukorica, és szépen átmentem a kutyán. És csak azt nézem, hogy asszony, hogy sír, és ott van az ölébe a kutya. És mondom, hogy jó, hát akkor ennek ásókap a nagyhanam, stb. Na most 2 hét kellett, és a kutya gyakorlatilag tökéletesen járt már, 2 hét. Miért? Mert nem begipszelték, nem sem, simbe rakták, nem ezért megkereste szépen magának azokat a gyógynövényeket, amiket kellett, szépen addig nyalogatta, addig tutuigatta, addig húzogatta, amíg helyre jött, begyógyult, jobban, mint újkorában. A csontszövet az egyetlen olyan szövet, ami erősebbre nő a szakadás után, mint amilyen volt, azt gondolom, tudjuk. Na most megint az van, hogy fogjuk, jön a szakember, hát akkor begipszelem. Na most innentől kezdve el van rontva a dolog. A fájdalom az pontosan addig határolná ezt az egészet, hogy ne használd addig, amíg nem épp. De pont a használat javítaná. Ugyanis az élő rendszerek lényege, hogy amit nem használok, az fog elpusztulni. És ez a csípő ízületnek a kulcsa. Tehát nem azért megy tönkre, mert elkopik, hanem azért megy tönkre, mert nem használom, és amit nem használ a természet, azt lebontja. Ennyi. És ez a durva, hogy ilyen egyszerű dolgokat nem tudunk. Ilyen alapvető dolgokat rosszul tud a tudomány. Ezeket a dolgokat a hagyományunk teljesen jól tudja. Ez nem egy 300 éves rendszer, hanem egy 30 ezer éves rendszer, hogy Isten tudja, milyen régi. Ilyen őstudással, ehelyett ezt kidobjuk, azt jöhet a kólacsipsz térerő, meg mindent, ami a tévé mond, meg a tudomány mond. Mi a tudomány? Hadd kérdezek már rá. Egyáltalán mióta van tudomány? Kérdem én, mint természettudós, mint fizikus, mint valaha egyetemi tanár. El kéne ezeken a dolgokon gondolkodni egy kicsit. És gyakorlatilag tesszük tönkre az életünket ezek miatt a tudások miatt. Hadd kérdezzem meg, ha már itt tartunk, mit lehetne csinálni azzal a fránya magas vérnyomással? Mit csinálunk egy kávéfőzővel, hogyha eldugul? Józan paraszti ész, első felvonás. Mit csinálunk egy kávéfőzővel, ha eldugul? Kiecetezzük. Pontos erről van szó. Ugyanezt kell csinálni a szervezettel. Fogom, veszek egy almaecetet, csinálok naponta egy ilyen limonádészerű kavircolást egy kis mézzel, hogy a gyomromat védjem, és naponta iszom, és egy hét alatt helyreállítja a vérnyomásomat. Ennyi. Érdemes ebbe belehalni? Mi a baj vele? Az a baj vele, hogy az ingyér van. Tehát senki nem fogja javasolni. Mert eddig volt az orvostudomány, ugye megjelent látszatpólusként, megjelent a természet gyógyászat. Ugye? De ez is csak látszat. Egy kapura játszanak. Ez ugyanaz, mint a Maszok meg a Fidesz. Egy az egyben. Az egész világ ilyen műpárosokkal van tele. Miért? Azért, hogy nehogy már véletlenül észrevegyük az igazságot. Az igazság az mindig középen van. És olyan döbbeltes dolgok ezek, és annyira nem érti az ember, hogy miért kell meghalni embereknek, tök fölöslegesen, miért kell embereknek végig szenvedniük egy teljes életet. Vannak, én nagyon sok ilyen embert ismerek, az egész élet egy szenvedés történet. Krisztus tisztelekhet előtte. Annyit szenvedett az életébe. És szenvedés, mi miatt? Egyszerűen a hazugság miatt és a hibás tudások miatt. És ezért mondtam azt, hogy szembesüljünk ezekkel a dolgokkal. Még nincs késő, még nincs késő, az élet maga a változás.
És ha változtatunk, az az életet szolgáljuk. Hogy jutottunk el idáig? Próbáljuk megtalálni azt a pontot, hogy hol kapcsolódott ez ki. Ehhez először azt nézzük meg, hogy itt van. Itt van az Európa. Tehát Európa az Uraltól egészen Gibraltárig. Ennek a területnek kellős közepén van a Kárpát-medence. Igaz? Akik azt a döntést hozták, hogy ehelyett a rendszer helyett ebbe kell élnünk, azok valahol itt vannak, igaz? Igaz? Brüsszel az valahol ott van, lehet egy kicsit lejjebb, lehet egy kicsit feljebb, de teljesen a periférián. Na most az Európa Uniónak a központja, azaz középpontja, az a Kárpát-medence. Na most ez egyszerűen a rendszer elméleti kérdés, hogy egy rendszert csak középről lehet vezérelni. Ha az oldalról vezérlem, a széléről, akkor ilyen anomáliák lesznek, mint a water cleaning, meg ugye az, hogy milyen színű gumilabdát adjak a malacnak játszani. Meg lesz belőle egy 40 ezer oldalból álló törvénykönyv. Erre kérdezni a Besenyő Pista bácsi, hogy normális vagy? 40 ezer oldal. Ebből lett egy, azt hiszem, egy 2000 oldalas ilyen tömörítés, és ez lett az EU-nak a szabványgyűjteménye. Na most ezekre oda kéne figyelni. Abban a pillanatban, hogy a vezérlés kikerül középről, abban a pillanatban nem fog működni a rendszer. Na most, hogy néz ki az ember, aki egy kicsit járatos ezekbe a keleti tanokba, azt tudja, hogy az ember úgy néz ki, hogy egy vonal mentén energiacsokrok vannak felfűzve. 7 darab ilyen, 7-es darab. Itt a koronacsakra, itt a gyökércsakra, és még van közte 5 darab ilyen. Ennek a rendszernek mi a közepe? Mi a középpontja? Mi a központja? Szívcsakra. Szívcsakra, igaz? Akkor miért ez vezérli? Miért ez vezérli? Hadd kérdezzek rá. Ugyanaz van, vegyük már észre, hogy ahogy lent, úgy fel. Ugyanaz van, ahelyett, hogy a szívünkre hallgatnánk, ahelyett az eszünkre hallgatunk. Az eszünkkel nem tudunk jó döntést hozni. Miért nem tudunk? Mert nem ismerjük az összes körülményt. Az ész az egy bioszámítógép. Azzal csak akkor tudnánk helyes döntést hozni, ha minden peremfeltételt ismernénk. De ezt nem ismerjük. Pontos erről szól az élet. Ezért kéne a szívünkre hallgatni. Miért nem hallgattunk a szívünkre? Hát mert az nem gazdaságos, ugye? Sokkal jobban járok, hogy. Na most itt vannak a nagy hazugságaink az életben. Tehát egyetlen egy olyan jelzés van, ami az Istentől jön, vagy a Teremtőtől jön, vagy tök mindegy, vagy az élettől jön. Ki fordítsa, vagy a morfogenetikus mezőtől, vagy nem tudom én miket szoktak mondani mostában Isten helyett. Ami a lényeg, hogy egy ilyen jelzés van a boldogság. Tehát ez az, ami mutatja, hogy az utadon vagy, és előre mész. Pont. Ha ezt az ember nem érzi, akkor nincs az útján, és nem megy előre. Akkor még mi a fenének megy? Tehát ezeket a dolgokat kéne először eldönteni magunkban. És itt lehet hazudozni az idők végeztéig. Még le lehet jönni 50-szer, azt javítani a bizonyítvány, de szerintem elegánsabb az, hogy az ember az életébe oldja meg ezeket a dolgokat. Annak idején Pap Gáborral voltunk Bábekben. Csontvárjának 3 ilyen fontos festménye van, az egyik az a Bábek. Na most ott szerencsétlenkedtünk napokig, és próbáltuk megtalálni, hogy mi a fene olyan fontos a Csontvárinak, miért kellett idáig elzarándokolnia. Ráadásul ugye volt egy elég érdekes dolog, hogy oda ment hozzá a Damaszkuszba egy ember, hogy nem itt találja meg, amit keres, hanem menjen el Bábekbe. Tehát volt egy ilyen sugallatos része is. És napokig ott járcsáltunk, hogy mi a fene lehet az, hát úgy néz ki a Bábek, van egy ilyen kis dombocska, és akkor van rajta ilyen római légpiszok, meg görög légpiszok. És nem tudtuk, hogy miért. Hát a római romokból 12, egy tucat görögökből, és mi olyan érdekes ez. És az utolsó nap itt parkoltunk, és az utolsó nap vettük észre, hogy te jó Isten, ez ekkora kövekből áll. Tehát akkora kövekből áll a Bábek, amit a mai napig, tehát ez a domb, amin állnak a szentélyek, akkor a kövekből áll, hogy a mai napig semmilyen eszközzel nem tudjuk fel, egy darabot sem tudunk fel
emelni belőle. Nem létezik ilyen technikai eszközünk, amivel ekkora kőtömböt fel tudnánk emelni. És ezek ilyen több fotballpálya nagyságú területek kirakva ebből. Most ezt azért mondom el, mert egyszer már ezek szerint, tehát jóval ősibb, mint ennek a, ezek a légypiszkok, amiket rátett ez a két idézőjelre magas civilizáció, mert ennél aljább civilizációk nem nagyon éltek a Földön, talán még az egyiptomit lehetne oda sorolni. Az biztos, hogy ma nem tudjuk megcsinálni. Valaha megcsinálták az emberek mindenféle eszköz nélkül. Hadd mondjam el, hogy Tibetben a mai napig van egy ilyen gyakorlat, hogy köveket lebegtetnek hanggal, pusztán rezgésekkel. Ugye? Azzal kezdődik az egész teremtés könyve, hogy kezdetben vala az ige. Mi is képesek vagyunk teremteni, akár úgy is, mint régen, ez egyetlen egy kéne, hogy az ige az tisztán jöjjön ki a szánkon. Nem tudom, hogy értik-e, amit elmondok. Ez egy baromi fontos dolog. Ne hazudj! Ne hazudj! És nem is az lesz a nagy dolog, amikor majd elfelejtem a másikat átverni a nap 24 órájában, ez is egy fontos dolog, hanem amikor először magamnak megmerek őszintén fogalmazni dolgokat. Például az, hogy mi tesz boldoggá. Vagy azt, hogy mi nem tesz boldoggá. Legalább idáig eljusson mindenki, megfogalmazza magáról, hogy tudja legalább, hogy miről van szó. Az is fontos, hogy mi az, amit nem mondunk ki. Tehát nagyon sok minden azért mérgez minket, mert nem mondjuk ki. Tehát ugye mindenki látja, hogy annyi torokbetegség van a világban. Tehát ez a ki nem mondott szó. Tehát ez a sok szerencsétlen strumás, meg pajzsmirigy, meg ilyen, meg olyan, meg ándakrahácsol, egyszerűen nem mondunk ki dolgokat. Nem küldjük el azt, akit már rég el kellett volna küldeni. Nem mondunk föl, nem mondjuk azt, hogy na most akarod, stb. És ezek a mérgek, hát mérgelődöm, benne van a magyarban, ezek a mérgek szépen-szépen az egész testünket beborítják. Na most, ha, és hát végül is a legfontosabb, amit még el akartam mondani, hogy hogy vészel a teremtő erőnk, és hogy veszti el az ige az erejét, az az, hogy egyfolytában dumálunk. A nap 24 órájában egyfolytában megy ez a be kell kapcsolni a rádiót. Eleve soha nem vagyunk magunkban. Tehát döbbenetes, hogy egyszerűen nem bírják ki az emberek, hogy ne szóljon valami szar a környezetükben. Vagy a magnó a kocsiba, vagy a CD, vagy ugye főzés közben, mit tudom én, micsoda, jó esetben még egy tévé is be van azért kapcsolva. Hogy találjuk így meg a belső hangot? És hát ezekkel van írtatlan nagy probléma. Tehát én úgy terveztem ezt a mai előadást, hogy azt tudom, hogy ez itt nagyon sok, és sok kis, úgyhogy tartok majd egy ilyen menekülési szünetet, és akkor el lehet menekülni, hogy mindenki emelt fűvel távozhasson, ne kelljen a sunyognia, meg minden. És akkor utána, aki komolyan gondolja, azokkal viszont egy kicsit komolyabban beszélgetnénk ezekről, és akkor szívesen válaszolok kérdésekre is. Na, tehát körülbelül így alakult az egész. Az odavezető úton egy nagyon fontos lépcső volt, hogy felépültek a városok. Tehát a városok felépülte azért fontos, mert minden egyes szerves kultúra az úgy néz ki, hogy valamilyen módon az ember kénytelen reggel a napban nézni. Tehát megy kapálni szépen a kis kapácskával, eleve minden normális kultúrában akkor kelnek az emberek, amikor fel kell a nap, és akkor nyugszanak, amikor a nap lenyugszik. Egyszerűen addig van világos, addig van energia, stb. Na most, ugye két tükör volt, ez nagyon fontos volt. Tehát az egyik, az a nap felkelténél napban néztek az emberek, és a nap az nem egyszerűen egy izzó gázgömb, az sokkal több. Tehát a nap az képes arra, hogy például ellásson engem információval aznapra, vagy tudással. Ugye ez nem jó szó ez az információ. Tehát egyszerűen miután ő a teremtés helyi forrása. Tehát a teremtőnek a földi arca. Tehát fordulhatok hozzám, itt atyám, mutasd már a világosságot, vagy mutasd utat már, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon jó, aki beteg, vagy bármi búja van, baja van, nem boldogul, én nagyon ajánlom ezt a módszert. Reggel keljen föl, nézem bele a napba, köszöntse, és kérjen tőle valamit. Felhős az idő? Nagyon érdekes, nagyon ritka az a nap felkelte, látszik, hogy nem kell föl napra, mert nagyon ritka az a nap felkelte, amikor felhős az idő. Tehát általában arra a pillanatra, amikor a nap felkel, 5-10 percig mindig nyitott az égnek az alja, csak utána mászik be a felhőkbe. Na most, amikor lemegy a nap, akkor nem kell belenézni,
hanem ehelyett volt a tükör. Tehát ez megint fontos, hogy minden szerves kultúrában volt tükör, és ráadásul ezek voltak a legdíszesebben faragott valamik, vagy díszített valami. Ez pedig az, hogy szembesült az ember a napjával. Ugye, ne vidd át a ma problémáit holnapra. És tényleg ez volt, szembenézett a tükörrel, leköpjem magam, ne köpjem, jót csináltam, rosszat csináltam, tehát Józsit átvágtam egy szekér fával, de majd holnap rendezem. És ez így volt rendjén. És nem vitte az ember a batyukat, vitte, és egyre görbébb, hát a gerincbetegségek azok meg ezért vannak, ugye egyre nagyobb a teher rajta, egyre nagyobb, hát meg kell nézni, az öregek már a földig érnek. És ez sem normális, ez sem normális. És olyan egyszerűek lennének ezek a tudások. Na mindegy, ami a lényeg, hogy amikor felépül a fal, akkor itt egy döbbenetes változás lesz. Egyrészt az ember nem látja már a napfelkeltét és a naplementét. Tehát nincs, kiesik valahogy a téridőből. Tehát az történik vele, hogy már nem a teremtés ritmusába él. Tehát például így él, mint amit mi. Már rég ágyban lenne a helyük. Csak a nők búlogattak, a férfiak nem úgy csinálják. De ami a lényeg, hogy amikor megszűnik ez a ritmus, ez azért szűnik meg, mert megszűnik, elvékonyodik a kapcsolatom a teremtővel. És akkor itt érdekes dolgok történnek, egy párat felsorolok. Egyrészt kialakul a birtoklás. Innentől idáig ez az enyém. Ez az enyém. Tehát ezt fölsöpröm, föltörlöm, domestosszal, baktériummentes, stb. És a szemetet, ezt kikúrom ide. Igaz? Ez egy tipikus városi lét. Tehát nekem jön a büszi és elviszi. De hova viszi el maga? Tehát ugyanúgy nincs megoldva, ugyanúgy kikúrja, csak nem te kúrod ki a kis kacsóddal, hanem a viszi kúrja ki. Tehát hivatalosan van kikúrja, ez teljesen más. Na, ami a lényeg ebben az egészben, ez az első. Megjelenik a birtoklás. A második az az, hogy már nem látom a teremtést, tehát a valamilyen közvetítő kell közén meg a Jóisten közé. Igaz? Tehát megjelenik a biológus, aki majd megmondja, hogy hát ez a tehén, és ez barna, és nem lila. Akkor megjelenik a meteorológus, aki megmondja, hogy tél van, meg nyár van, és megjelenik a vallásipari szakember, aki megmondja, hogy mit üzen az Isten. És itt kezdenek eldurulni a dolgok. És ha valakit sértek ezzel a vallásába, akkor bocsánatát kérem, de gondolkozzon el ezen. Hogy mi rá biztosíték, hogy az a pap jobban tudja, hogy nekem mit üzen a Jóisten, mint én magam. Na most utána azért van egy-két probléma, a szakembereknek minden, miután nem vagyok a teremtésben, fogalma nincs, hogy hogy működik, ezért a szakembernek minden meg kell magyaráznia. Hogy oda jön a gyerekhez, hogy tudod, Julcsika, a bibécske, meg a porzócska, ugye, ismerjük, szexuális felvilágosítás. Most régen egy faluban fel kellett világosítani egy gyereket? Látta, hogy hogy ragadnak össze a kutyák, hogy bubolja meg a kakasa. A tojót, stb. Látja, hogy folyatják a teheneket, nem egy nagy mágia innen teljes indukcióval kikövetkeztetni, hogy apa meg anya miért szuszog a sötétbe, ugye? És ha oda került, ez teljesen természetes volt neki. És nem pornófilmekből tanulta meg. Szóval olyan borzalmas ez az egész, amit ma oktatás címén csinálunk, és azért merem ezt mondani, mert én is tanítottam évekig gimnáziumban, és egyetemen is tanítottam épp eleget. Tehát láttam, hogy tesszük tönkre a gyerekeket. Oktatás címszóval. Na, tehát ilyen kisebb-nagyobb problémák vannak ezzel az egésszel. Tehát a városi lét az egy kulcsa az egésznek. És tulajdonképpen akkor kezdett el meredeken zuhanni a világ, amikor a városi lét az elbúrjánzott. Mert városokra kis számba esetleg lenne szükség. Esetleg. De erre, ami ma van, nincs szükség. Arra, hogy 2 milliós városokban az emberek önmaguk és mások számára betartatatlan törvényeket hozzanak, erre nincs szükség. Ezt a 2 milliót embert etetni kell. Ezt azért tudjuk etetni ma, mert föld alatti fekete energiákat használunk. Kőszén, kőolaj. Minden ebből van. Ezért élhet ennyi léhűtő a földön, mert ezeket az energiákat használjuk. Ha bármi billen, ez a sok léhűtő vagy meg fog halni, vagy elmegy kapálni. És ezt nem tragédiaként kell felfogni, hanem úgy kéne felfogni,
hogy ez a két millió ember abban a városban, az végre elkezd majd teremteni. Mert rákényszerül, végre elkezd magának házat építeni, végre elkezd földet művelni, stb. 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 És nagyon hamar sor fog erre kerülni. Tehát azt azért gondolom mindenki látja és körülbelül érzékeli. Amit még el szerettem volna mondani, hogy nyilván mindenkibe felmerül a kérdés, hogy jó, de nem értek hozzá, mi lesz akkor, mit tudom én mi. Ettől nem kell félni. Azért nem kell félni, mert egyszer annyira mutatja magát a természet, hogy hogy működik, hogy valami hihetetlen. Tehát én is pár éve kinnélek egy tanyán, ez a ház az én házam, se villanyom, se gázam, tehát nálunk nincs villany, nincs vezetékes víz, semmi nincsen. És köszönjük, élünk, és jó meg vagyunk. Azért mondom, hogy mutatja a természet, hogy lehet csinálni, mert mindent meg lehet tapasztalni. Ezek nem nagy mágiák, felépíteni egy kemencét, vagy felépíteni egy házat saját kezűleg, ezek semmik. Lehet, hogy az első kemencé még csak egy évig fog tartani, mert nem jó alapanyagokat használok hozzá, de a második az már jobb lesz. És a harmadik az meg már egész jó lesz. És lehet, hogy a házamból egy kis darab le fog omlani majd a vakolatból, meg lehet, hogy egy kicsit csáré lesz, de akkor is az én házam lesz, én építettem, és megszűnnek ezek a félelmek bennem, amik ma vannak, ugye? Hogy mi lesz, hogyha kihullok a Matrixból? Mi lesz a nyugdíjam? Mi lesz, ha nem lesz nyugdíjam? Ugye ez a tipikus duma mindenkinek. Mi lesz, ha nem lesz nyugdíjam? Senkinek nem lesz nyugdíja, ezt azért gondolom, ezzel tisztában vagyunk legalább. Az egyik felét már ellopták, másik felét az nem, hanem úgy működik ez a rendszer, hogy van egy ilyen betéti része, és van egy olyan állomány, amit mindig az aktív dolgozóknak kell adniuk. Úgyhogy már mindenki keresse meg azt a cigányköltöt, aki őt el fogja tartani. Mert pár év múlva itt csak cigány gyerekek lesznek. És ettől megint csak nem kell megijedni, gondoljunk ezekre a gyógyfüvekre, ugye? Tehát természetben valami egység, valami egészség megbomlik, és a természet elkezdi visszafele javítani a rendszert. Na most a cigányoknak a túlszaporodása is egy ilyen. Valahol mit csináltak a cigányok? Próbáljuk meg összeszedni. Egyrészt vándoroltak, ez nagyon fontos. Na most ma mindenki ül a balagán. Tehát nyilván, hogy meg kell jelenjen egy olyan népesség, aki vándorolni fog. Így van. Mit csináltak még? Például takarítottak. Mit csináltak még? Vájogot vetettek, drótoztak, üstöt, stb. Na most minden dolog, amit csináltak, azt ma úgy hívnánk, hogy recycling. Recycling, tehát visszajuttatni mindent a helyébe a természetbe. Tehát tulajdonképpen nem cigányok vannak Magyarországon, hanem recycling menedzserek. Amikor eljön az ideje, ezeket a Tesco-knak valakinek le kell bontani, igaz? Ismerjük azt a viccet, elég hülye viccet, azért elmesélem, hogy megtalálták a Terminátor fekete dobozát, ugye ez egy ilyen fémszörnyetek volt, aki nem látta az alapsztorit, és akkor nézik a tudósok, és akkor keresik az utolsó szavait. És mik voltak az utolsó szavai? A gázsi, ez alumínium? Na, tehát ezt azért mondom, mert egyáltalán nincs velük baj, a helyükre kell kerüljenek. Most nem tudom, tudjuk-e, Mária Terézia kezdte el letelepíteni a cigányságot. Nem szabadott volna letelepíteni. Ő egy természettel nagyon jó kapcsolatban élő nép volt, és helye volt az egészségemben. Isten nem teremt olyat, aminek nincs helye a teremtésben. Pont. Tehát ezeket azért mondom el, mert ma iszonyúan stresszeli az embereket, hogy a cigányok, a multik, a mit tudom, a hottentották, mindenkivel bajunk van. Na most nézzük meg, hogy ezek a bajok milyen forrásból származnak, jó? Na most ehhez hívjuk segítségül a magyar nyelvet, ami egy nagyon különleges nyelv. Tehát nem véletlen, hogy ezek a nagy tudósok, ez a tudós nemzedék, aki kiment Amerikába, ugye Teller, Neumann, Wigner, stb. És gyakorlatilag a 20. századot felfedezték és megcsinálták a számítógéptől a mit tudom mi, ezek mind-mind elmondják, hogy ha nem lettem volna magyar, nem érem el azt, amit elértem. Miért? Mert a magyar nyelv az úgy működik, hogyha jól teszed föl a kérdést, a kérdésben benne van a válasz. Ugye, aki a Kis Dénesnek a könyvét olvasta, az a, aki fát keres, az fázik, ugye? Tehát ha fázol, mi a megoldás? Elmész, az keresel fát. Tehát benne van a magyar nyelvben, bele van kódolva a megoldás.
És nem csak ez van belekódolva, én természettudósként foglalkoztam a magyar nyelvvel, az a döbbenetes, hogy minden benne van a magyar nyelvvel, az egész természettudomány benne van. Tehát például az anyag-energia kettőség benne van, a más hangzók, illetve a magánhangzóknak a rendszere. Az anyagon belül a kettős természet benne van, tehát az öngész-zöngétlen, az a hullám természetű, illetve a részecske természeti működés az anyagon. Benne van a Doppler effektus, ugye? Tehát, hogyha valami közeledik hozzánk, annak magasabb lesz a hangja, távolodik, mélyül a hangja, ugye? Ide, oda, erre, arra, ez, az, stb. Na, akkor próbáljuk meg eldönteni egy nagyon régi vitát, amióta teológusok vannak a Földön, tehát vallásipari szakemberek, azóta vekengenek egy árnyalati problémám, hogy most a sátán tulajdonképpen mi a fenét keres a teremtésben. Ugye, ha Isten teremtette meg ezt a világot, akkor hogy lehetett olyan hülye, hogy teremtett egy sátánt bele? Ha nem Isten teremtette a sátánt, akkor meg honnan gyűjt? Ugye? Tehát ez egy nagyon régi teológiai probléma. Ennek a megértéséhez elég a magyar nyelvnek az ismerete. A teremtő erőnek ez a magyar nyelvbe a váza. A váza az azt jelenti, hogy mindig a más hangzók adják a vázát a nyelvnek. Azok adják az információtartalmat, és a magánhangzók lelkesítik föl, vagy azok öltöztetik föl. Tehát ugye itt az a baj, hogy ezt kétféleképpen lehet felhangzósítani. Lehet úgy is, hogy Isten, meg úgy is, hogy sátán. Na itt kell használni a magyar nyelvnek az elképesztő mélységét. Tehát nem véletlenül mondjuk azt, hogy megmagyarázom a világot. Tehát az Isten az magas hangrendű. Tehát ez azt jelenti, hogy éppen közeledek a teremtés forrásához. Pont. A sátán az mély hangrendű. Tehát annyit jelent, hogy távolodok tőle. Tehát magyarul Isten és sátán semmi egyéb, mint az én irányom. A teremtőhöz viszonyítva. És ha ezt megértjük, akkor véget vethet az ember az életébe a kalapácsos élvezkedésnek. Férfiak tudják, hogy miről beszélek, a nők meg majd megkérdik a férfiaktól. Tehát véget vethetek annak, hogy szenvedésekkel tanítsam magamat. Tehát magyarul megtehetem azt, hogy egyszerűen megfordítom az agyamba az irányokat. Mert ma az a baj. Tehát mi lesz, hogyha elindulok? Tehát a természetnek van egy alaptörvénye. Egyetlen egy alaptörvénye van, ez az, amit a fizikusok úgy keresnek, hogy világegyenlet, és nem találták meg. Jelentettem, hogy egy tök egyszerű törvényről van szó. Minden teremtmény vissza akar térni a forrásához, a teremtőjéhez. Pont. Ennyi a világegyenlet. Ez mozgatja, ez működteti az egész világegyetemet. Ennek a fizikai megjelenése például a gravitáció, hogy földobok egy követ, az vissza fog térni a forrásához. A hold ott kering a föld körül, mert a föld a forrása, abból vétetett. A föld ott kering a nap körül, mert annak meg az a forrása, abból vétetett. Tehát ez a forrás törvénye. Na most, gyakorlatilag, ha én a forrás felé megyek, azt jelzi a természet. Belül is jelzi egy érzése, ez a boldogság. Ez a boldogság. Jelzi azzal, hogy egyre világosabb lesz minden. Ugye közeledek a fény felé, közeledik a meleg felé, egyre jobban fogom érezni magam. Nem fázok már, ugye? Melegen van, egyre jobban működik az intuíció. Ugye kapom a forrásból a teremtőerőt, egyre jobban működik a teremtő képessége. Tehát például ezért van egy nagyon fontos dolog az életemben, ezt még valahol a nagyapám mondta, csak nem ilyen formában. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ne aggódjunk raktárra. Tehát, hogy egyfolytában aggódik az ember, hogy jaj, ugye, hogy is teszem majd be a gyereket az egyetemre, és hogy ki is a protektora, és még a gyerek ott ül szerencsétlen a bilin. De én már kombinálok, ugye? Na most ezeket a dolgokat lehet kikapcsolni, mert nem tudunk előre mindent megjósolni. Főleg azért, mert ha elindulok a forrás felé, akkor elképesztően megnő az embernek a teremtő ereje és a lehetősége. És ezt annyira tapasztaltam az életemben, hát értem, hogy tanársegéd voltam ilyen nullnívós fizetéssel. Az az, hogy ez középiskolai tanár volt, szinte egy nullnívós fizetése, és a nagyámnak a tanácsi lakásában laktunk egy szobában. És egyszer esélyünk nem volt arra, hogy valaha az életbe valamink is legyen. És
Aztán úgy döntöttünk az asszonyra, hogy hát azért gyereket, akármi lesz, lesz, ami lesz, adj neki, azt hadd menjen. És az volt a döbbenetes, hogy ebben a pillanatban, hogy eldöntöttük, elkezdtek jönni a bónuszok az életbe. Tehát például belecsöppentem fizikusként egy olyan gyógyszerkutatási programba, teljesen véletlenül. Tehát átírtam egyszer egy műhold feldolgozó programot, egy műholdas képfeldolgozó programot, és leszámoltunk vele egy gyógyszergyári kutatásba ilyen foltokat az ereknek a falán. Amit pár év alatt csináltak volna meg laboránsok, ezt megcsináltam egy hét alatt, és kaptam érte valami nem is tudom hány tízezer márkát. Elképesztő pénz volt akkoriban, és a feleház megépült ebből. De ebbe az a döbbet, hogy erre egy tanársegédnek egy egyetemen esélye nincs, hogy bármilyen pénzes munkát kapja. Tehát ez így jött. És még jött két-három ilyen, és mire a gyerek jött, addigra anyagilag felállt a család. Tehát ezt is rosszul tudjuk, pont fordítva tudjuk, ugye, hogy majd, ha mindenünk meg lesz, jöhet a gyerek, akkor nem fog jönni a gyerek. Tűz ki célul a gyereket, és minden körét fog rendeződni. Mindig minden a célhoz jár az életben, a célhoz jár. Megvan a célod, megkapod a társad hozzá, megkapod a háttársad hozzá, megkapsz hozzá pénzt, fegyvert, paripát. Ezt is rosszul tudjuk, mint mindent az életben. Szóval ezeket a dolgokat kell újra gombolni. Na, tehát ha közelnek a forráshoz, ilyen dolgok fognak történni, és minden egyre világosabb lesz, egyre érthetőbb lesz. Egyre jobban látom a törvényeket, az összefüggéseket. Ha ellenben elkezdek távolodni, egyre hidegebb lesz, egyre sötétebb lesz, egyre kevesebb lesz az energia, tehát a maradék energiákon állandóan marakodnom kell a többi hülyével. Ugye? Mai világ. Pénzen marakodnak az emberek, egy darab rohadt számozott papíron. Hát egyszerűen röhelyes dolgok ezek. És majd odafön marhajukat fogunk ezzel rőzni, csak az a baj, hogy még nem vagyunk. És hát nem baj, de történelmileg így alakult. Na, ami a lényeg, hogy minél messzebb megyünk a forrástól, annál kevésbé értjük a dolgokat. Ugye kis értésbe kerülünk. Tehát nem fogjuk érteni a dolgokat. Egyre homályosabb lesz minden, egyre zavarosabb lesz minden, ugye? Akkor most hogy van? Akkor most hol van Mennyország? Hol van a pokol? Én ki vagyok? Hol vagyok? Meddig vagyok? És ez a borzalmas, hogy tulajdonképpen az embernek egyetlen egy igazi szabad döntése van az életben, hogy az adott pillanatban éppen merre megy? Merre megy? Ennyi. És két dologról lehet észrevenni, az egyiket arról lehet észrevenni, hogyha Isten fele megyek, hogy boldog vagyok, ennyi. A másikat meg onnan lehet észrevenni, hogy félek, ennyi. Tehát ezért mondom, hogy mindenki kérdezi, mit csináljon, hogy legyen, stb. Figyelj, marra egyszerű, ha az, amit a másik ember hoz, vagy az a párthoz, vagy az a mitől én kihoz, az boldoggá tesz téged, akkor kövesd. Ha félsz, félelemmel tölt el, akkor ne kövesd. Tehát ha megjelenik a 6x3 méteres kullancs a faladon, hogy oltasd be magad a fene tudja mivel, akkor menekülj. Mert a félelmedre játszanak, és a félelmében az ember rossz döntést hoz. Ha már előkerült az oltás, tehát ezt csak azért mondtam el, mert ez megint egy olyan dolog, amin azonnal lehet változtatni. Tehát az ember gondolja végig az életét, mi az, ami boldoggá tenne engem? Mi az, amit ő boldog lenni? Ha ezt nem tudja kapásból, akkor menjen vissza. Mi az, amikor utoljára boldog voltam? Mikor volt ez, és mitől volt ez? És szépen újraépítse fel az életét. És nem kell ezektől félni. Nem kell ezektől félni, attól kell félni, ami most van, mert ez a nihil, ez a posvány. Na, még egy-két dolgot szerettem volna a gyújításról elmondani, és a gyújítással kapcsolatban, mert itt szól itt a legjobban a csizma. Tehát vannak nagyon egyszerű, nagyon régóta használt, nagyon bevált gyógymódok. Például mit csináljunk egy lázzal? Milyen darabig kell? Hát, ami nem túl magas. Mi az a nem túl magas? Hát a 40 körül valószínű. Így van, nagyon jó. 40 fokig nem szabad egy lázat csillapítani, pont. Jaj, de hát mi lesz a gyerekkel? Na most várjunk már egy picit. Miért viszett el a gyereket az orvoshoz? Nem mered vállalni a felelősséget? Más nyakába akarod a saját hülyeségedet varni, és egy gyerek 7 éves koráig az anyjának a folytatása. Nincs külön élete.
7 éves koráig az anyát kell gyújtani, nem a gyereket. Akkor miért is viszette a gyerekedet máshoz? Mi fog történni? Semmi nem fog történni. Semmi nem fog történni. Láz az egy nagyon fontos, természetes folyamat. Nagyon fontos az ember életében. Pontosan azért emeli a testhőmérsékletet, azért gyorsít föl folyamatokat, hogy minél előbb le tudja küzdeni azt a kórokozót, vagy azt, amivel éppen küzd a szervezet. Ha ezt lecsökkentem, akkor csak elhúzom, és egyre reménytelenbé teszem ezt a küzdelmet. És utána majd jöhetnek természetesen ezek a antibiotikumok, már neve is jó, életellenes. Hát ez szuper, egy gyógyszernek ilyen nevet. Na, tehát jöhetnek az antibiotikumok, azok még pluszba elpusztítják a bélflórát, meg mindent, ami hasznos benne, utána majd jöhet, stb. Ugye az a játék, mint a vérnyomás csökkentőkkel. Tehát magyarul ilyenkor csuklóra, mi a fenére, bokára, ugye, és itt nagyon közel vannak az erek. Egy pillanat alatt vissza tudjuk hűteni az ereinket. Tehát a lázat nem csökkenteni kell, hanem el kell vezetni a hőt. Tehát itt csak ennyi dolog van, hogy azt a plusz hőt, amit termel az ember ebben a folyamatban, el kell vezetni. Egyébként, ha megnézzük, az állat ugye ezt csinálja. Tehát az is ilyen, hogy nagyon hideg helyre, teljes felületével odafekszik, ugye ez történik. Na most például ez egy nagyon egyszerű és nagyon hasznos tudás, mivel borogatunk? Hideg állott vízzel, és már valaki mondja az ecetet, megint az ecet. De itt borecet, tehát a borogatás nagyon fontos. Ugye benne van a nevében borogatás, borecetekkel, nagyon jó hatásfokú. Mi az a frászkarika, tudjuk-e? Mi az a frász? Törjön ki a frász. A láz. Így van, a láz görcs. Mit használtak ennek a lehúzására? Frászkarikát nyilván. Mi az a frászkarika? Fűszva. Nagyon jó. És te honnan tudsz ilyeneket? Nem tudom, mert most beugrom. Nem semmi. Na, erről annyit kell tudni, hogy a gyorsan növő fák, azok a gyors növekedéshez elképesztő energiákat gyűjtenek be a környezetüktől. Tehát ha oda megyek egy ilyen fához, és mondjuk oda támasztom a homlokom, vagy átölelem, vagy valami, ezek leviszik a lázat. Fűszfa, nyírfa, nyárfa, egyébként a kinin az egy ugyanilyen fának a terméke. Most ha ebből fontak, simán, mint a hajfonat, csináltak egy ilyen karikát, és így végighúzták az emberen, azt levitte a lázát. Működik, kipróbáltuk. Az a röhely, hogy ezek több ezer éves tapasztalatok. Most akkor miért a 300 éves orvostudománynak hiszünk? Ez az orvostudomány, ez nem igaz, hogy Hippokratesztől származik. Ez 300 éves, ezt a felvilágosodás hozta. Felvilágosodás az mindig, mint a magas civilizációk, stb. Tehát nagyon-nagyon sok zárójel között, jó? És ez a röhely, hogy ilyen egyszerűen megoldható. Gyakorlatilag bármiféle probléma az emberi szervezet. Ugyanígy egy gerinc sérvnek a helyre rakása, két mozdulat, mondjuk egy nyaki gerinc sérvi három mozdulat, mert azért az már bonyolult. Egy rákgyógyítás kb. 10 perc. Mi a rák? Nagyon jó. Tehát itt elhangzott egy pár lényeg. Tehát az egyik lényeg az az volt, hogy nem akar meghalni a sejt. Ez egy nagyon jó. Elhangzott egy olyan sejtburjánzás, ez is nagyon jó, de mi hozhatja létre? Tehát az Isten nem teremt fölösleges dolgokat, ezt felejtsük el. Na, ez úgy működik, és az a döbbeltes, hogy ennek mind ott vannak a nyomai a népi gyógyászatban, de végül is én sem mertem azt mondani egy rákos embernek, hogy akkor hagyd abba a sugárterápiát, egész addig, amíg meg nem jelent az új medicina, ezt gondolom már sokan hallottuk róla. Az a lényege, hogy egy orvos gyönyörűen kimutatja, akit azóta is üldöznek természetesen az orvosok, tehát gyönyörűen kimutatja, hogy a rák az semmi egyéb, mint az emberi szervezetnek a vészreakciója. És a következő módon alakul ki, ez az emberi elme, az egy bioszámítógép. Nagyjából lehet tudni a kapacitását is, olyan 60 gigabájtnyi adatot tud másodpercenként feldolgozni, tehát semmivel nem gyorsabb, mint a mai jobb számítógépek. És az a feladata, hogy minden egyes szervből fogadja a szenzorok jelét, és vezérelje azt a szervet. Tehát magyarul annyi, mint egy szobatermosztát. Tehát, hogy túl magas van, lekapcsolom. Túl hideg van, bekapcsolom. Na most
Nézzük egy gyomorrákot, tehát egy egyszerűbb rákot. Fölszól a szenzor, hogy valamit nem tudok megemészteni. Jön az agyból a válasz, hogy termelj több sósavat. Valamit még mindig nem tudok megemészteni, még több sósavat, ugye? És ez megy egy darabig, aztán annyi sósav termelődik, hogy elkezdi a saját gyomrát kirágni. Ez a gyomorfekély, ugye? Itt beindul egy vészreakció, hogy úgy látszik, valamiért nem tudok több sósavat, nem tudok elegendő sósavat termelni, tehát elkezdek sejteket termelni, amik majd sósavat termelnek. És megindul egy sejtbúrjázás. Na most egyetlen probléma van ezzel az egésszel, ez megy, ez a búrjázás megy, és mit csinál az orvostudomány? Ugye hál' Istennek nem csak vérnyomás mérőink vannak, hanem képalkotó eszközeink is, tehát egy egész kis hangyapiszoknyi izére már fölkiált, hogy végre tumor, ugye? És elindul az a jelenség, ezek gyorsan szaporodnak, tehát egy picit érzékenyebb lesz mindenre, mint a környezete. Vegyszerekre, tehát lehet kemoterápiát csinálni, sugárzásra, tehát lehet radioterápiát csinálni, melegre lehet termoterápiát csinálni, hál' Isten mindenféle terápiát lehet csinálni, amivel azt el tudják érni, hogy egy picit az üteme ennek a szaporodásnak lassuljon. De nem lehet véglegesen gyógyítani ezekkel a dolgokkal. Ez nem igaz, hogy lehet. Tehát még ha valaki azt mondja, hogy de én már 5 éve tünetmentes vagyok, vagy a szomszédom, 5 éve tünetmentes vagy, de nem emiatt, hanem azért, mert megjött az eszete. Ugyanis hogy működik ez a rendszer? Ahelyett, hogy kivágom, megdögönyözöm, megsugarazom, stb., ahelyett egyszerűen az agyból kéne egy jelzés, hogy elég volt, megoldottam a problémát, megemésztettem azt a dolgot, amit nem tudtam, tehát leállíthatod a sósav termelést. Abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, akkor megjelennek a gombák, megjelennek a baktériumok, ezek belénk vannak építve a kezdetektől fogva. Tehát nem sterilen születünk, hanem azért csináljuk végig a méhen belül az egész evolúciót, hogy ezek megjelenhessenek bennünk. És ezek fogják majd eltakarítani ezeket a daganatokat. Egyszerűen fogja az ember és kipisíti. De ehhez mi kell? Az, hogy megjöjjön a parancs az agyból, hogy nem, nincs rá tovább szükség. Természetben csak szükséges dolgok vannak. Ami szükségtelen, azt lebontja a természet. Na most mi a baj ezzel az egésszel? Az, hogy két dolog miatt jöhet létre ez a jel, hogy nem tudom megemészteni, az egyik az a tegnapi mócsink, a másik az az anyósom hülyesége van. Tehát ugyanúgy reagál rá a szervezet, hogyha valamit nem tud megemészteni a fizikai szinten is, és a lelki szinten is. És a rák az semmi egyéb, mint az, hogy évekig fönnáll egy ilyen valami, és már nem tud mivel védekezni a szervezet ellene, mint sejtbúrjánzással. És ha ezt a valamit megtalálom és megszüntetem, akkor megszűnik a sejtbúrjánzás. Ilyen egyszerű az élet. És ezt miért mondom el? Azért, mert ma, és most már kimerem mondani, van annyi tudásom, hál' Istennek, és tapasztalásom, kimerem mondani, hogy ma törvényes gyilkosságokat végeznek az orvosok. És nyugodtan be lehet engem terelni, vagy bárkit be lehet terelni, ez így van. És nem azért, mert szemét az az orvos, hanem egyszerűen azért, mert nem az árt, amit nem tudsz, hanem az, amit rosszul tudsz. És mindenkivel ez van, mert higgyük el, hogy nem az az apes ellenőr, nem vele van a baj. Hát senki nem így születik, hogy én apes ellenőr akarok lenni. Hanem tükör által homályosan. Semmi nem működik a világban. Valaki megszületik ma azzal a programmal, hogy én az embertársaimat akarom gyógyítani. Ez egy gyönyörű nemes program, ugye? És mi lesz belőle? Egy tömeggyilkos. Miért? Azért, mert hibás a tudása. Megszületik ma egy ember azzal, hogy én védeni akarom a közösséget. Mi lesz belőle? Vagy egy rendőr, aki a Kossuth téren veri a saját fajtáját, vagy egy apek ellenőr, aki ilyen, mit tudom, tojásárusokat büntetget 100.000 forintokra. Mert tükör által homályosan. És ezért mondom, hogy és miért került ebbe a helyzetbe? Mert nem volt hajlandó magának igazat mondani. Mert bárkinek hazudja az ember, de magának ne hazudja. És azért nem ezeket az embereket kell gyűlölni, hanem pont ők azok az emberek, akiket ki kell szabadítani a mátrixból. Hogy lehet kiszabadítani? Azzal, hogy az ember szembesíti a valóságban. Így az első felvonásban ennyit szerettem volna elmondani, mert látom, hogy
egy kicsit sok volt, úgyhogy a második felvonásban egy kicsit lazább lesz, és kérdésekre fogok válaszolni. Jó, és akkor 5 percünk. Köszönöm.